Én Istenem, miért hagytál el engemet? Drága testvéreim, Jeremiás kesergő szavai jutnak először eszembe. Feljött a halál a mi ablakainkra, bejött a mi palotáinkba, hogy kipusztítsa a gyermekeket az utakról, az ifjakat az utcákról. És Jézus szavai az evangéliumból, aki ezt mondta, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mehettek be a mennyeknek országába. Aki pedig megbotránkoztak egyet a kicsinek közül, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakába és a tenger mélységébe vessék. Meglássátok, hogy eme kicsinek közül egyet is meg ne utáljatok, mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját. Mit gondoltok, ha valamely embernek 100 juha van, és egy adek ele kicsinyek, Róbert és a kisfia, akivel együtt fekszik most a koporsóban, vajon van-e ma Magyarországon annál mélyebb árok, mint az ő? Sírjuk, ahová lebocsátjuk őket, és nem akarjuk hinni, hogy velük együtt az utolsó reményünket is eltemetjük, a tekintetben, hogy lehet-e demokratikus Magyarországon élni, lehet-e egy olyan világot elképzelnünk, ahol mindenki alapvető emberi jogai szerint élhet, ahol mindenkinek az élete egyformán fontos, ahol igazságot szolgáltat a hatalom azoknak, akiket bármi bántás ért, és mi itt ezen a helyen mélyen meghajtva a fejünket szégyenkezve állunk itt, és keressük a gyászoló család bocsánatát, keressük a mi megbántott cigány testvéreinknek a bocsánatát, akiknek tartozunk 500 éve már azzal, hogy befogadjuk őket. Nem őket akarjuk rábeszélni arra, hogy próbáljanak beilleszkedni, hanem mi akarjuk őket magunkhoz ölelni, és ez nem történt meg az elmúlt fél évezred alatt. Mi itt most ezen a helyen nem egyszerűen egy szörnyű katasztrófa együttérző jelenlévői vagyunk, hanem mélyen megrendült és megszégyenült emberek, akik nem tanultunk Magyarország bűneiből, akiknek nem volt elég mindaz a gyalázat, ami eddig rajtunk megesett. Mi itt most ennél a nyitott koporsónál bűnbánatot tartunk, és meg akarjuk vallani azt a szándékunkat, hogy követni akarjuk ennek a Jézusnak az utasítását, akinek az angyalai minden nap látják a mennyei atya orcáját. Vajon ők, akik eleve az örökkévaló bocsánatában részesültek, s megállhatnak a mindenható és örökkévaló Isten színe előtt, vajon megbocsátanak-e nekünk? Vajon van-e a mi számunkra bocsánat? Vajon látjuk-e és érezzük a felelősségünket abban a gyűlöletbeszédben, aminek nincs vége, abban az árokásásban, amit nem tudunk betemetni és abba hagyni? Vajon lesz-e egyenlő elbánás, lehetőség arra, hogy emberhez méltóan éljenek testvéreink? Vajon van-e bocsánat szociális bűneinkre? Vajon van-e bocsánat arra, hogy a kisemmizett és méltatlanul mellőzött embereket, magukat akarjuk felelőssé tenni sorsukért? Ó, bocsánat, 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 mindezért, a bűnért, nem egyszerűen a gonosz rapsicok, azok, akik ebben a történetben a legszörnyűségesebb bűnt követték el, ők az emberek, akiket meg kell találnia az igazságszolgáltatásnak, és oda kell állítania az ítélőszék elé, és vajon lesz-e kegyelem az ő számukra az Isten ítélőszéke elé. Nem mindannyian bűnösök vagyunk, akik a lelkünk mélyén gyűlöletet, megvetést, kirekesztést táplálunk. Ó, bocsánat azokért az iskolákért, amikben nem léphetnek be cigány gyerekek, akik nem tanulhatnak ugyanolyan körülmények között, mint a többségi társadalom gyermekei. És bocsánat minden gonosz szóért, gúnyért, tréfáért, bántásért, ami ebben a hazában elhangozhatott.
egy nemzetalkotó kisebbséggel szemben. Igen, az ő angyalai minden nap ott állnak, vajon mit mondjanak? Olyan könnyű lenne Istenre kennünk most azt, hogy miért nem vigyázott erre a kisgyermekre és az édesapjára. De mi vagyunk azok, akiknek vigyázni kellett volna rájuk. Mi vagyunk azok, akik ahelyett, hogy ezt tettük volna, fenyegettünk, ijeszgettünk, nem álltuk útját azoknak a gonosz alakulatoknak, amelyek ebben a faluban is végigmasíroztak, akik tűrjük azt, hogy Magyarországon ez történjék, gyáván hallgatunk, vagy félreállunk. Ó Isten, bocsásson meg nekünk, hiszen nekik erre a bocsánatra már nincs szükségük, akik elmentek. Örökkévaló szeretettel szerette őket az örökkévaló Isten, így ölelte magához őket. A jó pásztor megtalálta az ő juhait, ölébe vette és hazavitte. Mi vagyunk itt azok, akiknek üres maradt a kezük, üres maradt az ölük. Együtt sírunk az édesanyával, együtt sírunk a testvérekkel, együtt sírunk a nagyszülőkkel, a rokonsággal, az egész testvériséggel. Síratjuk a gyalázatunkat is, és sírunk a veszteségünk miatt. Isten, bocsásson meg nekünk, és adjon vigasztalást nektek, a mennyei atya, aki nem akarja, hogy egy is elveszen e kicsinyek közül. Mi sem akarjuk, nem akarjuk, hogy így folytatódjék a mi történelmünk, a mi sorsunk. Isten, legyen kegyelmes mindannyiunkhoz. Amen.